A Magyar Kultúra Napja. Jó estét kívánok! Önök a nagykunstsági híradót a Karcag Televízió napi hírműsorának külön kiadását látják 2022. január 24-én 18 óra 5 perckor. A Magyar Kultúra Napjára emlékeztünk a Dériné Kulturális Központban. A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük meg, január 22-én annak emlékére, hogy a Nemzeti Múzeumban őrzött kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le egy nagyobb kéziratcsomag részeként, és jelölte meg dátummal csekén a himnusz kéziratát. Az ünnepségen adták át a Karcag Városi Önkormányzat képviselőtestületének a Karcag Város kultúrájáért és a Karcag Város sportjáért kitüntető díjakat is. Az ünnepség kezdetén a himnuszt Gánóczi Ferenc középiskolai tanár mondta el, majd Elsimon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója szólt a magyar kultúra fontosságáról. Az ünnepeink sorában, mint hallottuk, viszonylag új ünnep a Magyar Kultúra Napjának ünnepe. De miért kell megünnepelni a magyar kultúrát, tehetnénk fel a kérdést. Mi szükség van arra, hogy mi egy olyan dolgot ünnepeljünk, amely egyébként oly természetesen van jelen az életünkben, mint az élelem, mint a kenyér, amelyet elfogyasztunk. Na de hát a kenyeret is megünnepeljük, nem? A kenyér megünneplése Szent István ünnepén az új kenyér megszegése az egyik legősibb szokásunk. Tehát éppen ebből következik, hogy ahogyan a testi táplálékot, az életben fennmaradásnak, az életben maradásnak a fizikai feltételét jelentő kenyeret és a mögötte levő gondolatot megünnepeljük, úgy meg kell ünnepelnünk a szellemi, a lelki táplálékot is. Hiszen ez a szellemi és lelki táplálék az, amely valójában összeköt bennünket, amely megadja azt a keretrendszert, amelyben mindannyian ugyanannak érezhetjük magunkat, magyarnak. Új ünnepénk sorában, mint hallottuk, 1989-ben jelent meg a Magyar Kultúra Napja. Ifjabb Fassang Árpád, kiváló zongoraművész fogalmazta meg azt a gondolatot, hogy ez a nap annak tudatosítására is alkalmas, hogy az ezer éves örökségből meríthetünk, és van mire büszkének lennünk. Hiszen ez a nemzet sokat adott Európa és a világ kultúrájának. Ez az örökség, ahogyan fogalmazott Fassang Árpád, tartást ad, ezzel gazdálkodni lehet, valamint segíthet a mai gondok megoldásában is. És én talán még azt tenném hozzá, hogy ez az a szellemi örökség, amely a leginkább összeköt bennünket, magyarokat, és amely, bár nem vagyok igazán híve ennek a szónak, de mégiscsak valamiféle konszenzus teremt. Bár mindig vannak olyanok ebben az országban is, akik ugyan ide születtek, akik magyar anyától tanulták ezt a csodálatos anyanyelvet, de mégis nem szeretik a saját hazájukat, nem szeretik a saját kultúrájukat, nem büszkék arra, hogy magyarok. De azzal a nagyon kevés emberrel, akikre az öngyűlöletnek ez a formája jellemző, igazándiból nem érdemes foglalkozni. Nekünk azokkal kell foglalkozni, akik számára a közösséghez való tartozás tudata, az lelki erőt jelent. Olyan lelki erőt, amiből nem csak gyarapodni lehet szellemiekben, erősödni lelkiekben, hanem amelyből tovább lehet lépni, és amelyet szinte kötelességnek érzünk, hogy továbbadjunk az utánunk jövőknek. Ebből a szempontból kell értelmezni azt, amit Fassang Árpád mondott, hogy ez az örökség nekünk tartást ad, ebből gazdálkodni lehet. Ebben az értelemben fontos az, hogy mi tulajdonképpen mindannyian, akik ebben a hazában élünk, sőt, akik ebben a tágabban vett hazában, az egykori Nagy Magyarország területén, a Kárpát hazában élünk, mi mindannyian fontosnak érezzük ehhez a kultúrához, ehhez a közösséghez való tartozást. Az ünnepi műsorban az Areo Nobile vonós négyes közreműködött, majd városi és országos kitüntetéseket adott át Szepesi Tibor polgármester.
Az emberi erőforrások minisztere pedagógus szolgálati emlékérem és kiemelkedő szakmai tevékenység elismeréseként miniszteri elismerő oklevél kitüntetésben részesítette. Zbiszko Zoltán Lászlóné zongoratanárnőt. Zbiszko Zoltánné zongoratanulmányait a Karcagi Állami Zeneiskolában kezdte, ahol főiskolai évei óta nyugdíjba vonulásáig zongoratanárként dolgozott. Munkáját a következetesség, lelkiismeretesség, pontosság jellemezte, nagy figyelmet fordított minden növendékére, valamint a társas együttmuzsikálás megszerettetésére. Több növendéke, tanára példáját követve, zenei pályán folytatta tovább tanulmányait. Az elmúlt évtizedek alatt számos tanítványával ért el szép sikereket megyei, nemzetközi és országos versenyeken, több ízben felkészítő tanári külön díjjal jutalmazták. Korrepetítori tevékenysége precíz, szakértelmével, muzikalitásával nagyban segítette a gyerekek és kollégái munkáját, a versenyek alkalmával ezt korrepetítori külön díjakkal is elismerték. Jó kapcsolatot ápol a növendékeivel és azok szüleivel, a kollégákkal. Aktív szereplője és szervezője volt a művészeti iskola rendezvényeinek. A felkéréseknek eleget téve színesíti Karcagváros kulturális életét. Az iskola és a város érdekében végzett színvonalas munkája elismeréseként méltó a kitüntetésre. Pedagógus szolgálati emlékérem kitüntetésben Nagy Jánosnét, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium szaktanárát. Nagy Jánosné 2009. szeptember 1-e óta dolgozik a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és akkor még egészségügyi szakgimnáziumban, korábban a jogelőd intézmény pedagógusa volt. Egészségügyi szakoktatói oklevelét Budapesten, az Orvos Továbbképző Intézet egészségügyi karán, pedagógia szakos tanári diplomáját a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán vehette át. Nagy Jánosné Irénke neve valósággal összeforrt a Karcagi Gimnáziumban folyó egészségügyi szakképzéssel. Az évek során rábízott feladatkörök mindegyikében magas szakmai színvonalon és példaértékű szakmai alázattal szolgálta az intézményben folyó nevelő-oktató munkát. Tevékenykedett osztályfőnökként, munkaközösségvezetőként, gyakorlati oktatásvezetőként, kollégiumi nevelőként és kollégiumvezetőként szakmai tárgyakat tanított. Részt vett az érettségire épülő szakmai képzés megszervezésében és megvalósításában. Hozzáértő következetességgel szervezte és felügyelte tanítványai évközi és nyári gyakorlatait, közben ápolva és gazdagítva az iskola partnerintézményekkel való kapcsolatait is. Tehetséggondozó tevékenységének köszönhetően nem csak kiváló érettségi és szakmai vizsgaeredmények születtek, hanem a diákok különböző szakmai versenyeken és külföldi tanulmányutakon méltóképpen képviselték iskolájukat. Az említett tevékenységek és eredmények mögött egy sokszínű, eredményes és teljes pedagógiai pályafutás, valamint egy Istentől megáldott emberi életút rajzolódik ki, amely mentén több száz kolléga és több mint 1000 tanítvány arca tűnhet fel, akik közül sokan éppen az iskolában töltött éveknek köszönhetik az ápolói pálya iránti elhivatottságukat. A Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete a Karcagváros kultúrájáért díját vehette át Balajtiné Sütő Margit, a Madarász Imre Egyesített Óvoda óvodapedagógusa. Balajtiné Sütő Margit általános iskolai tanulmányait Karcagon végezte, majd a Tiszaföldvári Hajnóci József óvónői szakközépiskolában érettségizett, ezt követően óvodapedagógusi diplomát szerzett a Szarvasi Brunswick Teréz főiskolán. Pályáját a gépgyárúti szimóvodában kezdte, ahol 2006-tól tagóvoda vezetőként dolgozott. 2016-ban a Kuthenúti tagóvoda tagintézményvezetői feladatra kapott megbízást. Elhivatott pedagógus egyéniség, állandó megújulásra képes, fontosnak tartja a folyamatos továbbképzést, tanulást. A vezetői feladatok magas szintű ellátása érdekében 2012-ben szakvizsgázott, vezető óvodapedagógus lett. Pedagógiai módszertani kultúrája magas szintű, óvodapedagógusi és vezetői munkáját példaértékűen látja el.
Kiemelt sikereket ért el tagóvodájának nevelőközösségével, elnyerték az örökös Zöld óvoda címet. Nagy figyelmet fordít a szülők bevonására az óvodai életbe, színvonalas programok megvalósítása során. Szakmai példamutatásával, alázatával, elhivatottságával képes volt az óvoda pedagógiai kultúráját megújítani, a sajátos nevelési igényű gyermekek, hátrányos helyzetű gyermekek ellátása az esélyteremtés terén. 2015-ben megkapta a Madarász Imre Egyesített Óvoda év pedagógusa díját, 2017-ben mesterpedagógussá vált. Pallagi Bernadett, a Györfi István Katolikus Általános Iskola pedagógusa. Pallagi Bernadett kitüntetéses tanítói oklevelét a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán vette át. Pályakezdőként az akkori Zádor úti általános iskolában tanított 7 évet, kollégák voltunk, szívesen emlékszem erre vissza. 2000-től lett az egykori Györfi István általános iskola, majd a fenntartóváltás után a Györfi István Katolikus Általános Iskola nevelőtestületének hűséges tagja. Közel 30 éves szakmai munkáját hivatástudat, szakmaszeretet, következetesség, pontosság, gyermekszeretet, a közösségért érzett maximális felelősség jellemzi. Szakmai felkészültsége, módszertani tudástára példaértékű, melyhez kiváló szervező és együttműködő képessége is társul. Nevelő-oktató munkájában kiemelt szerepet tölt be a keresztény értékek átadása, a teremtett világ értékeinek megóvása, az egészséges életmódra nevelés. Számos iskolai program, rendezvény ötletgazdája, lebonyolítója. Nemzeti, egyházi ünnepeink alkalmából ünnepi projekteket szervez. Szívügye a szép beszéd, a hagyományápolás. Fontos szerepet vállal az iskola kulturális arculatának és lelki életének alakításában is. Munkája során együttműködik a pedagógusokkal, a szülőkkel, részt vesz a tanulók sokoldalú személyiség fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában. Tanítványai városi, megyei és országos szintű tanulmányi, kulturális és művészeti versenyeken kiemelkedően szép eredménnyel szerepelnek. Török Csilla, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető helyettese. Török Csilla szakmai pályafutása a Debreceni Tanítóképző Főiskolán kezdődött, ahol tanítói végzettséget szerzett gyógypedagógiai szakkollégiummal. 1990. augusztusától a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kádas György iskola gyakorlati oktatás vezetője. Az intézményben töltött évek alatt rendszeresen részt vett továbbképzéseken, nagy hangsúlyt fektet a módszertani megújulásra. Kis kitérővel a tankerületi központ tanügyigazgatási referenseként is dolgozott, jelenleg a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető helyetteseként irányítja, segíti a tagintézmények munkáját. Határozott, következetes pedagógus, aki oktató, nevelő munkájának egészét a gyerekek és az iskola érdekeinek figyelembe vételével szervezi, végzi. Folyamatos, tudatos szakmai fejlődésével példát mutat. Pályázatok írásában, koordinálásában vesz részt. Szakmailag felkészült, nagyszerű pedagógus, munkája során folyamatosan törekszik arra, hogy tanulói sikeresek legyenek. Közösségformáló tevékenysége kivételes, aktív, megbecsült tagja a Kiskulcsosi Tagintézmény tantestületének. Porné Tasi Ildikó, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium pedagógusa. Porné Tasi Ildikó 2006-tól a Gábor Áron Gimnázium, 2009. augusztusától a Karcagi Nagykun Református Gimnázium tanára. 1989-ben a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerzett matematika-fizika szakos középiskolai tanári diplomát. Munkáját kiváló szakmai felkészültség jellemzi. Tevékenységének köszönhetően az iskolában megerősödött a matematika-fizika tantárgyak oktatása. Tanítványai érettségi eredményei rendre messze felülmúlják az országos átlagot. A tehetséggondozás területén is kiemelkedő eredményekkel rendelkezik. Diákjai a református,
megyei és országos és nemzetközi versenyeken, diákkonferenciákon kiválóan szerepelnek. Kiemelkedő felkészítő tanári tevékenységét a Budapesti Műszaki Egyetem dicséretben ismerte el. Munkája sokszínűségét mutatja, hogy munkaközösség vezetőként az iskolai élet szervezésében is aktívan részt vesz. Határozottságával, következetességével, segítőkészségével kivívta diákjai, a szülők és kollégái elismerését is. És Barta András fafaragó népi iparművész, magyar nóta énekes. Barta András 1952-ben született Karcagon. A népművészet iránti szeretetét a környezetében lévő tárgyak, használati eszközök ihlették. A szülei tanyán éltek, és azok a mindennapi eszközök, tárgyak, amelyeket ők használtak, és a mindennapi tevékenységükhöz igénybe vettek, András művészetére nagy hatással voltak. Tanult szakmája egy kihaló félben lévő szakma, faesztergályos. A szakmai tudás ismeretében kezdett el a fafaragással foglalkozni. Megismerte a technikáját, stílusait, motívumvilágát. Ezeket az elkészült tárgyakat aztán rendszeresen zsűriztette. Ennek eredményeként 1996-ban népi iparművész lett. Barta András így vall magáról. Úgy gondolom, hogy munkámmal elősegítem a népi kultúra fennmaradását, a fiatalokkal annak megszerettetését, hogy ez a csodálatos világ ne vesszen ki, ne tűnjön el. Ez szolgálja a Nagykunsági Népművészek Egyesületében folyó munkám is. A másik hagyományért, ennek fennmaradásáért is serénykedem, ez pedig a magyar nóta, nótaénekesként működök. A Karcagi Nótás Fiúk közkedvelt tagja András, 1985-től tagja a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Népművészeti Egyesületnek, a Nagykunsági Népművészek Egyesületének pedig alapító tagja. A Karcagvárosi Önkormányzat a Karcagváros sportjáért díját Jobbágy Gergő László pedagógus kézilabdaedző vehette át. Jobbágy Gergő már kisgyerekkorában szoros kapcsolatba került a sporttal, a mozgás szeretete, a mindennapok természetes velejárója volt. Általános iskolai tanulmányait Karcagon sporttagozatos iskolában végezte, majd a gimnázium diákjaként kimagasló eredménnyel kézilabdázott és kosárlabdázott. A főiskolai évek alatt a nyíregyházi NB1-es utánpótlás csapat tagja volt. Folyamatosan képezte magát, kézilabdaedző lett, majd egyetemi végzettséget szerzett földrajz testnevelés szakon. Hál' Istennek hazatért, szülővárosába visszatérve pedagógusi munkáját a Kiskulcsosi Tagintézményben kezdte, aktív sportolóként a Karcagi Sportegyesület férfi kézilabda csapatának tagja lett. Kézilabda edzőként három korosztály szakmai irányítását végzi. Nyitott személyiség, munkáját alázat jellemzi, környezetével, munkatársak, tanítványok, szülők jó kapcsolatot épített ki. Napjait a sport oktatása, a mozgás szeretetének kialakítása teszi ki, élve a személyes példamutatás erejével. Hitvallása szerint a sportnak az a legfontosabb üzenete, hogy figyelemre, kitartásra, csapatban való együttműködésre és küzdeni akarásra nevelje a fiatalokat. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a Nagykunsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!